Elkezdődött fairy tale. Húrá, búrá. Oh, ott egy légy. Nagyon sok légy van itt, hatházon. Direkt mondtam így azért, mert a híradóban is így mondanánk, hogy ha valami hatalmas nagy bűncselekményt követnék el. Hatházon A. András hatalmas nagy bűncselekményt követett el. Üdvözlök mindenkit, szervusztok! Itt van a kedvenc vidisetek, A. András, azaz Alexa András. Én vagyok a kedvenc vidise mindenkinek, ezt mindenki jól tudja. Hello, bello! Megint itt vagyok, tudom. Szóval úgy szűrtem le, hogy nagyon-nagyon tetszett nektek az előző vidikém, ezért úgy voltam vele, hogy hát miért ne csinálnék még egy vidikét. Megpróbálok ebben a videóban úgy beszélni, mint Jánosi Gergő, hát ha egy kicsit fiatalabb audience-t is be tudok zsákmányolni magamnak, és akkor én is megcsinálom, mit tudom én, a Bundy Juice-t, ami kicsit perverzebben hangzik, mint a Tutti Juice, de hát figyelj, igyátok a Bundy Juice-t, rendben van. Üdvözlök mindenkit a heti Bandisban. Ezt a nevet találtam ki. Fantasztikus, igaz? Ez a heti Bandis. Ilyet még soha nem volt. Nem volt sem olyan, hogy heti Imrés, meg heti Kringés sem. Hello, sziasztok, srácok! Remélem már mindenki jól megvette a jegyét a kis rendezvényünkre, ami augusztus 28-án lesz. Jól meg kell vennetek a jegyeket erre a rendezvényre, vagy különben el fognak fogyni. Szóval, srácok, hogyha nagyon-nagyon fíreltek, hogy missing out-oltok, akkor mindenféleképpen menjetek a Tixára, vegyétek meg szépen a jegyeket. Ezt a részt szeretném megkezdeni egy igen kedves ilyen, hát hogy mondjam, egy ilyen díjkiosztással, mert a múlt hét kommentjét az nem más kapja, mint Anikó Szilágyi. Ő nem tudom, lehet, hogy valakinek az anyukája lehetett, akit a videóban láttunk és megsértettem. Anikó így vélekedik a látottakról. Szerintem inkább menj el dolgozni, mert amiket kritizálsz, azokon akarsz pénzt keresni. Mekkora álszentség. Nyilván pénzt kell keresniük, hogy ki tudják szolgálni a rajongóik vágyait. Ez a mondat, hogy mi a fasz jelentett, fogalmam nincsen. De hogy értenéd meg a 6-8 éves korosztályt 30 évesen? Még szerencsé, hogy itt van nekünk Jánosi Gergő, aki tökéletesen tudja tolmácsolni azt, hogy mit szeretnél a 6-8 évesek, yeah! Vagy csak ennyi agyad van? Mert mondjuk a trágár beszéded alapján a célközönséged a hülye gyerekek, és még hülyébb felnőtt gyerekek tábora. Szóval, srácok, hogyha nézzetek a videóimat, üdvözlök mindenkit a hülye gyerekek táborában. Az én mostantól így fogok rátok referálni, hogy a hülye gyerekek, szóval szervusztok, hülye gyerekek és hülye felnőtt gyerekek. Na mindegy. Anikó, köszönjük szépen ezt a fantasztikus kommentet, megkapod az arany csicska díjat. Na, szerintem folytathatjuk is tovább a dolgokat. Arra gondoltam, hogy a mai videóban tovább fogunk evezni a YouTube-nak a vizén, és fel fogjuk fedezni a YouTube-nak azt az oldalát, amit még soha senki nem mert felfedezni előttünk, és ez nem más, mint a napi vlogok. Bizonyám! De az előbb láttam itt egy jó videót. Ez egy Alex Csigér videó, azért nézzünk már bele, légy szíves. Hello, motherfucker! No! Mondok nektek egy nagyon durva hírt. Tegnap az országunkban végre eltörölték a kiárási tilalmat, és most már lehet éjjel is kimenni és szerencsétlenkedni. Jó szórakozást kívánok, ez az Epic Vloghoz. Ja, és ne felejtjétek, hogy tudtok velem találkozni augusztus 14 és 15 között, de több info a YouTube bejegyzéseim. Ó, ne! Azt hittem már pedig, hogy augusztus 28-án lesz az övé is, mert akkor találkozhattunk volna egymással. Gondoltam, hogy miért ne jönnék egy kicsit kimozogni, és aztán meglátjuk még, hogy mi lesz a mai nap. What the fuck? Ez igen, öcsém. Itt meg mi a retek készül? Végül is el is kezdtük amúgy, mert ez egy napi vlog, baszod. Te tök véletlenül elkezdtük ezt a videót. Bárki beül és elgázolhat vele itt bárkit? Beledobok egy 50-ben is, kívánok valamit, hát ha szerencsét hoz. Szemetel. Csuron vizesen megérkeztem az erdő aljába, és hát erre mit látnak szemeim? Ez azért durva hely. De jók ezek a hangeffektek még mindig, igaz? Bro. Azon gondolkoztam amúgy, hogy mennyire rohadt érdekes ez a vlog. Amúgy eddig a premisszát még fogalmam nincs, hogy mi lehet az. De mennyire érdekes az, hogy itt kijött ide biciklivel, elmondta nekünk azt, hogy ez a videót már hónapokkal ezelőtt vette fel. Mennyire érdekes ez a vlog eddig. Képzeljétek el, ez most az én napi vlogom lesz, srácok. Megpróbálok Alex Csigér hangeffekteket alávágni, hát ha úgy érdekesebb lesz. Van egy hatalmas nagy körtefa az udvarunkon. Nem vágom belőle a képet, mert ez egy storytime napi vlog. Egy hatalmas nagy körtefa az udvarunkon, amiből a szomszéd törvényzetei bácsi pálinkát fog főzni magának. Köszönöm szépen, ez volt a napi vlogom. Na ez a vége inkább Erbence, bocs. Úgy néz ki, mint egy mini várfal ez az ugró, esküszöm, úgyhogy ja, és egyébként Olix, hol van a sisakod? Mióta...
Ó, micsoda a vágás. Közben Alex bácsi találkozott pár ismerőssel is. Az igen. Bro, ezek a vágóképek. Szóval, mit tudunk eddig? Az a címe ennek a videónak, hogy ki az erősebb közülünk, és eddig csak bringázást láttunk az erdőben. That's nice. Közben egyébként itt motorosok is vannak, meg minden fincsaság. De nem értem ezt, bazd meg. Mármint, hogy vannak vágóképek, meg kisugratgatás, meg minden, de mi ennek a napi vlognak a célja? Nem kell, hogy legyen valami célja egy napi vlognak? Hogy valamit be is mutassál? Vagy ez csak ilyen időtöltés? Csak just for the good vibes? Vagy nem tudom. Lehet, hogy én vagyok ezzel túlságosan ilyen hát sokat akarok, vagy én nem tudom. Okay, rendben van. Motor. Életemben egyszer ültem motoron, amúgy tényleg. Már jó kontem. És aztán beleegyeztem. Hiába, hogy szinte sosem vezettem motort, úgy gondoltam, hogy egyszer így is ki fogom próbálni. Na ez már content. For the kids, right? Á, tudom már egyébként, hogy kiknek szól ez a vlog, akik még soha nem ültek biciklin vagy motoron. Vagy akik még nem voltak eddig valaha erdőben. De amúgy ez is egyesben is jó gyorsul. Ki az erősebb közülünk? Még mindig ez a videónak a címe, és 5,5 perce nézzük. És egy szkanderezéssel kezdődött, az volt a clickbait része ennek a dolognak. Habár mennyire inger szegény clickbait, nem? Mármint, hogy értem, hogy maszkulinitás, meg hogy férfi vagyok, ezt a témát mostanában elég sokszor vesézgettük, hogy yeah, big maszkulinitás for the kids as well. Ki fog erre a videóra rákattintani, hogyha meglátja ezt, hogy ki az erősebb közülünk? Úristen, a kedvenc vidisem szkanderezik, vagy hogyha úgy néző, akkor úristen, ez az ember, akit nem ismerek, szkanderezik. És most megnézzük azt, hogy ki az erősebb közülünk. Mármint, hogyha valaki rákattint mondjuk erre a videóra, úgyhogy nem ismeri az Alexnek a tevékenységét, és arra kíváncsi, hogy hé, mondjuk egy szkander fanatikus ember rákattint erre a videóra, és várná azt, hogy mikor fognak szkanderezni, de csak azt látja, hogy 5,5 percen keresztül egy erdőbe bicikliznek, meg motoroznak. Hát én nem tudom, én lehet, hogy dühös lennék annak a szkander fanatiknak a helyében, hogy nem azt kapom, ami a thumbnail-en van, meg amit ígér a cím. Vagy tudod, ez a izé, el lehet viccelni azzal, hogy át én csak viccből clickbaitelek, ez a vicc clickbait, ugye? Tudom, ilyen fel. Úgy volt beszélve, hogy a srácokkal kimenjünk csövelni egy csodás este, de hát vagy a törvény, vagy az időjárás ütközik között. Várjuk Istvánt, meg Szilit, hogy bejön az autóba, és amikor beülnek, úgy megijesztem, hogy... Úristen, hát én ezt alig várom, bazd meg, hogy úgy meg fogja ijeszteni, ez... És még én csinálok contentet hülye felnőtt embereknek. Bro! Itt van Alex Csigér, aki szerintem 20 pluszos, akinek a contentje most az lesz, hogy az egyik barátját meg fogja ijeszteni a csomagtartóból. Bro! Tutti dúz! Felerakják a gatyájuk. Hello! Hello! Na cső! Szar. Jó megijedtek, genyó. Jó megijedtek. Bro. Mennyien nézték meg ezt a videót eddig? Megnézték? Úristen. Ez egy hete van fent ez a videó, az 23-án került fel, és már 260 ezeren megnézték. Hát figyeljetek, én most itt irigykedni fogok, srácok. Tehát, hogyha ez kell a nézettséghez, akkor nekem is ezt kell csinálnom, igaz? Ugye mindenkinek ezt kell csinálni, hogyha ez a recept, akkor ezt kell csinálni. Na figyeljetek. Ha, most én itt nézem ezt a videót. Nagyon fan... Jaj! Nagyon megrémültem most tőled. A fene... Hogy lehetsz ilyen? Srácok, iratkozzatok fel, meg szubboljatok fel. Like a videóra. Aztán Isten valami olyasmiről beszélt, hogy ki akar minket hívni szkanderezni, vagy mi a frad? Szkanderezni, a jó öreg szkanderezés. De Róta? Én mindig ezt mondtam. No, hát akkor nézzük. Na most jön végre a szkander fanatikusoknak is az a rész, amire vártak. Nagyon megy a szkandír. Hát ez a szkandír verseny, ez nagyon-nagyon jó. És na, ő fog nyerni, figyeld, patty! Na.
Ez egy kis chuckle-t azért kihozott belőlem, szép volt, well played. Nem a Outdated Family Guy ősbevágásra gondolok. Lois, ez nem is a Batman-es poharam. Ezután pedig Szili és Csoki párbeszéde következik. Na jó, na, ez nem játszik videóban, ez így nem jó. Te nem vagy te igazi Csoki. Igazi Csokit láttál? Fúj szem, mint az igazi csokoládé. Hova folyik? A Dunába, hallod-e? Nem a Dunába, egyáltalán. S a Dunától fújsz a Marosig, s a Marostól fújsz az Olt. Nem tudod, hogy hova folyik az összes. Na, hova folyik? Hallá, mutasd meg. Az óceánban, te vak. S hol az óceán? Hol a szemed? Hallod-e, az északi sark, fújsz szem, hallod-e? Hol az északi sark? Ezek valami hatalmas nagy belsős poénok lehetnek, amiket csak ők értenek. De így, hogy a videó részét képezik, szerintem nem túl sokat tesznek hozzá. Micsoda este volt? Iratkozz fel! Miért? Miért iratkozzak fel? Miért kellett ennek a vlognak meggyőzni engem abba, hogy feliratkozzak erre a csatornára? Úgy őszintén. Kevés volt benne az overuse sound effect. Azt mondjuk hiányoltam, még lehetett volna benne egy pár. Na jó van. Menjünk a következőre, írjuk be azt, hogy napi vlog. Oh. Itt még, nézzétek, ez egy régi videó. Itt a Dezső Bence puszilgatja Polly Mollit. Azt a mindenit. Itt van Vég Dóri, a kedvenc esti rutinom a Koli. Bro. Ez mi a fasz? Sziasztok, itt vagyok egy újabb esti rutin videóval. Most egy átlagos kolis estémet fogom nektek megmutatni, mivel ezt szerintem sokan tudjátok, én Szegedre járok egyetem. Tetszik amúgy a mikrofonnak a hangja. Kicsit ilyen Minecraft videós feelingem van. Sziasztok srácok, a mai videóban! És ott kollégista vagyok, és egy kicsit más a kolis esti rutinom, mint az otthon, így gondoltam, ezt is megmutatom nektek. Szegeden én általában biciklivel szoktam közlekedni mindenhova, ezért amikor hazaérek, az első dolgom, hogy lekötöm a biciklit, és besétálok a Koli épületébe. Ahhoz, hogy bemessünk az épületbe, ezt a kolis kártyát kell felmutatni, és ott... Bro, egy új univerzum nyílt ki számomra. Vég Dóri, én feliratkozok a te csatornádra. Ettől... Azta... Itt van a kártya mellett a kedvenc sztárpárom Andy és Timike is. A másik kedvenc dolgom a Koliban az a lift. Én a 10. lakom, tehát a legmagasabb szinten, és mire a lift oda ér, ahova te akarod, tényleg kinő az embereknek a szakálla, 1000 millió évig tart, mindig elromlik STB-STB, tehát most azt várjuk, hogy végre megérkezzen a liftünk, és felérni. Bro, ettől unalmasabb dolgot én még nem is láttam. Hát én le vagyok sokkolva, bazd meg. És kb. Ugyanennyi idő. Végtelen szenvedés, ennyit tudok mondani. Ezután még egy emeletet sétálok, csak a móka kedvéért. Ezután végigmegyek a folyosón a szobám felé. Amint beléptem a szobába, az első dolgom általában az, hogy leveszem az ékszereimet, itt most a fülbevalómat. Te ezt nem hiszem el! Én ezt nem hiszem el! Ez egy komolyan, ez egy videó, basszeg! Vagy ez egy paródia? Mi a faszom ez? És ledobom a táskámat az ágyamra általában. Én ezt nem akarom elhinni, ez real, ez legit videó. Ezután kibújok a cipőmből, bele a papucsomba. Ez lehet, hogy sok embernek nagyon visszataszító látvány a zokni és a papucs, de ez a Koliban teljesen normális. Ezután a konyha fele veszem az irányt, ahol vacsorát keresek magamnak. És mint látjátok, nincs sok minden, ez általában meg szokott történni. Így előveszem a pénztárcámat, és várhatunk újra arra a rohadt liftre. Szerintem a pokolban van egy hely, ahol ilyen videókkal kínlasztják az embereket. Komolyan mondom. Ez eternal suffering, bazd meg. És bemegyek a kolis kisboltba, ahol veszek magamnak kenyeret. És még csak 2 percen megy a videó, én ezt nem akarom elhinni, ember. Újra a folyosón. Vissza a konyhába. Kiveszem a keci uborkámat. És elkészítek magamnak egy elég trashy, elég kolis vacsorát. Ez most kenyér, uborka és ketchup. Azt a mindenit, micsoda gasztro. Micsoda gasztronómiai élmények. Szerintem Sallaiéknak ezt be kéne újítani a bundás kenyerek közé.
És akkor tudnának spórolni tojást, és csak egy kis uborka, meg egy kis ketchup kell hozzá. Bazzeng, ezt receptversenyben ezt kellett volna beküldenem. Láthatjátok, ahogy live-olok, Vekhandori az Instagram, kövessetek be, ha ti szeretnétek a live-aim részesei lenni. Nagyon szoktátok szeretni ezeket. Az a neve, hogy Vegan Dori. Az a neve, hogy Vegan Dori. Hát de ott a szekrényében a majonéz, ami tojásból van. Vegan Dori. De tényleg ott volt, nem? Így elővesz minden ez általának. Ez az ő szekrénye. És mint látjátok, nincs sok. Az pedig egy majonéz. Dori, you are not vegan. You are not vegan. Ha! Busted, baby. Hogy látom, ez valamilyen alkotó eleme lehet a vlog videóknak, hogy meg kell valakit ijeszteni benne. Végül is valahogy fel kell... De baszik, ezt megnézték 800 000! Most tényleg jó hangos volt! Általában el szoktam menni zuhanyozni. Mielőtt törölközőben kimegyek a folyosóra, általában el szoktam mondani egy imát, hogy senkivel ne fussak összeközben, nagyon utálom. Ilyenkor szépen összekötött hajjal törölközőben át rohanok a folyosón be a zuhanyzóba, sikeresen konstatálom, hogy sikerült, és nézzük, íme a zuhanyzó. Most meglepő módon nincsenek benne hajcsomók, és viszonylag tisztának is tűnik a szokásoshoz képest, és lezuhanyzom. És itt már pizsiben is vagyok, ahogy lemosom magamról a sminket, itt is szint YouTube videókat nézek. Keci, nem hiszem el, legyen már vége ennek a videónak, úristen! Gyakran megszokott történni ilyen hajnali egyfele, hogy a Martin, aki szintén a koliban lakik, rám ír, hogy nem tud aludni, unatkozik, stb. És találkozzak vele lent, és beszélgessünk. Beszélgetni. Ha! Szex! Ilyenkor, ha bár már pizsiben vagyok, alvásra készen, feltápászkodom, ugrok egyet, és újra utcai ruhában vagyok, megyek le... Milyen fasza volt ez a vágás, nem? Ugrok egyet, és újra utcai ruhában vagyok, feltápászkodom, ugrok egyet, és kettő, újra három. Utcai ruhában... Három! Kamera szög volt, ez a seamless transition. Figyeljetek, várjál! És ilyenkor, mikor találkozok a Martinnal, akkor csak ennyit csinálok, hogy hoppá! Kész is van! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha még nem tettétek volna, meg iratkozzatok fel. Hát mit mondjak? Hát mit mondjak? Ez... Vég, Dori! Te aktívan nyomod ezt a dolgot? Mondd, hogy nem. De. És hosszabb videókkal ne. Na jó, Vég, Dori. Ez szerintem az egyik legunalmasabb videó volt a világon, amit valaha láttam. Lehet, hogy ez a közös amúgy a vlog videókban, hogy unalmasak, igaz? Na nézzünk egy ilyen vlog császárt, Török Ábel. Őt tudom, hogy Bálna úgyis annyira szereti. Haha! Török Ábel, Bábel barát. Amit tudok egyébként a Török Ábelről, Henry Ketnáról, meg tehát a trióról, hogy általában egyébként minden videójuk szponzorált. Nem mint hogyha ezzel problémám lenne, hogy szponzorált tartalmakat gyártanak, vagy hogy van mondjuk a videókban egy-egy szponzor. Viszont, hogyha jól tudom, sokszor a kivételezés hát mondhatni eléggé rossz, gyér, kagi, mert figyelj, nézzük meg a legutolsó videót, legalábbis nézzünk bele. Kínosan takarjuk a Morning Woodot, nehogy kiüsse a kamerának a lencséjét az álló pucu. Iszonyatosan reggel van, még nem működik ilyenkor az agyam, viszont egy pár napja bevezettem valamit így a napjaimba, ami eléggé fel tud dobni. Milyen jó nézni azt amúgy, hogy valaki full pucéron zuhanyzik, nem? Ez... A Bálának volt egy ilyen videója. Hadd nézzem már meg, hogy ő diszkrétebben csinálta ezt meg. És nem az volt, hogy a... Hé, itt van a izé. Itt vagyok én. Na várjál. Hon van, benszülött Bálna. 20-20! Woohoo! 20-20! Woo! Még mindig 2020 van, de lassan már a feléhez érünk. Fürdeni. A számad felesleges oxigén vegyülete kémiai kilopaszkál nyomáson. Idő. Ennek a pozitív mellítást. Ennek köszönhetően a hideg zuhany segíti az egésznapos összpontosítást. Szóval Bálna felvázolta azt, hogy hogyan segíthet esetleg az, hogyha hidegben zuhanyzol. Növeli az akaraterőnket. Erős elmére van szükségünk ahhoz, hogy kibírjuk percekig a hideget, ugye? Ha a napi rutinunk részévé tesszük a hidegvizé zuhanyzást, erősítjük az akaraterőnket. És ő neki csak a
a has közepéig van. Szerintem igen, tehát jó, rendben. Tehát az ő bálának a faszát szerencsére nem látjuk. Itt Ábelnek viszont majdnem lecsúsznak a golyói a torkunkon. Geci, nézd már, bazd meg! Ott már, érted? 0,1 centi és már ott van a pélója. Hát mi a... Mit nézünk? Hú, sose nem hinnétek el, hogy ez tényleg hideg víz volt. Azt figyeld, megmutatja, opa, ott van, a hideg felé van tekerve. Ez itt, amit kinyomtattam, ez az emberi vérkeringés rendszere. Ezen a rajzon találhatók erek. Milyen zseniálisan ki van égve az egész kép, nem? Megmutassam, hogy ezt hogy kell csinálni. Így néz ki egy török Ábel videó. Remélem tetszik nektek. Miközben megmutatom, ennyit kell csinálni. Nézd csak, hopp. Hoppá. Azt a mindenit. Artériák és vénák mindazok, amik elszállítják a vért az egyik testrészünkből a másikba. Mindazok, amik keringtetik a vérünket a testünkön belül, és ez azért fontos, mert a jéghideg tusolásoknak, a hideg vízbe való fürdésnek igazából az alapja az a vérkeringés. Mielőtt belekezdenék még egy picit jobban a magyarázkodásba... Bálna videójában, hogyha már egy összehasonlításképpen nézzük ezt a dolgot, Bálna forrásokból idézett, és nem a saját véleményét mondta el, úgy, mintha ő lenne ennek a szakterületnek a nagy tudósa. Itt török Ábel pedig úgy mutatja ezt meg, úgy artikulál, így vagy úgy nyomatja így a kezével a magyarázást, mintha ő lenne bazd meg a, ennek az egész dolognak a feltalálója. És amúgy ezt figyeltem meg, hogy ez nagyon sokszor előfordul ezeknél az embereknél, hogy minden ilyen dologról úgy beszélnek, mintha ők lennének ennek a dolognak a mesterei. Értitek? Megérteni, hogy a testünknek egy hőfok a szerelme. Ha lehet ezt mondani, egy hőfok. De jó, oda. Még jobban égjön, igen ki a kép. Hát nézzétek meg, milyen csodálatos, remélem szponzor is lesz ebbe a videóban. És vissza, és egy hőfokot próbál meg tartani az egész testünkön belül, a hőfok a 37 fok. Pár fokkal magasabb, vagy pár fokkal alacsonyabb hőmérséklet, az már halál. Pár fokkal magasabb, vagy pár fokkal alacsonyabb, az már halál. A lényeg az, hogy ha bemegyünk egy olyan vízbe, megmártozunk a testünkkel egy olyan vízbe, ami messze. Persze, mindjárt lájkolni fogom ezt a videót. Miért? Ez itt a vérkeringésünk, melynek fő működtetője a szívünk. Hideg környezet hatására... A fő működtetője víz, 12 Celsius fok. Testünk és a főbb szerveink lehűlnek, és védekezés érdekében... Keci, mi ez a videó? Török Ábel a... Nem tudom, doktor török Ábel most megmutatja, hogy működik a vérkeringés, bassz meg. Ben, a szívünk el kell dolgozni. Papam, beindítja a vér gyorsabb keringését, és a vér... Közben megy a Blade Runner zene. Hopa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 p
animáció legit jó, hogyha ő csinálta. That's pretty good. 15 napja tusolok hideg vízzel, és nagyon élvezem. Most is, mielőtt letusoltam volna, ilyen teljesen ilyen fú, nagyon rossz kedvem volt, és ilyen teljesen azt éreztem, hogy úgy keltem, hogy úgy és most Hallod, milyen jól ki tudja fejezni magát. Teljesen nagyon-nagyon rossz kedvem volt. Úgy keltem fel, hogy tudod, ez a Wambirum Bambo. Amikor van az érzés benned, mikor Hamdrum Bimblar van, és akkor ilyenkor Frinder Glanbrill. Az durva. Oké, és jó kedvem van. Van kedvem bármit is csinálni a mai nap folyamán. Egyébként nem volt nagyon. Úgy keltem, hogy na jó, akkor ma itthon vagyunk és PS-ezünk egész nap. De nem. Eddig minél gyorsabban le akartam tudni. Érdekes dolog egyébként ez, mert az embert feldobja, hogyha lezuhanyzik. Akár hideg vízzel zuhanyzik le, akár meleg vízzel, de feldobja, hogyha lezuhanyzik. Én is úgy keltem fel, hogy kurva fáradt vagyok, én is úgy keltem fel, hogy majd meg akarom magam ölni, mert tegnap szétsétáltam az életemet, és képzeljétek el, lezuhanyoztam, és adott nekem pluszba energiát. És nem hideg vízzel zuhanyoztam le, szóval általánosságban szerintem az, hogyha az ember lezuhanyzik, akkor felfrissül. Dr. Bandi szolgálatotokra áll. Körülbelül 3 hétnyi hideg tusolás után elutaztam Bulgáriába, és eldöntöttem, hogy bármit is jelent a hideg víz Bulgáriában, ott is folytatom ezt a kihívást. Ez mit jelent ez a mondat? Lehet, hogy Bulgáriában több fokkal hidegebb a csapból folyó víz? Oké.
Lehetne a videónak a címe az is, hogy 13 percen keresztül nézheted, ahogy zuhanyzol. Jához, csetet töltöttem itt Bulgáriában. És nézzétek meg, ott van bazd meg a kamera, ki van hajtva neki is bazd meg a kis kép, tudná magát nézni, hogy hé, kurvára ki van égve a pofám, lehet, hogy be kéne ezt állítanom, á nem. Nop, én nem nyúlok hozzá, ez ördögtől való. Oké, hazaértem Budapestre, és... Azt a mindenit, bro! Hát én ezt nem akarom elhinni. Ember, hát ebből élsz, hát legyen már igényesebb egy picit. Összer is, nem találtam olyan helyet. Rag le egy helyre azt a rohadt kamerát, de hát legyen már legalább egy normális kép, légy. Hát, ahol van hideg merülő, és... Úristen, hát ez hihetetlen, bazd meg. Én ezt nem akarom elhinni. Hát, mi ez? Mint hogy itthon, a kádba, itt fogunk valahogy egy hideg merülő medencét létrehozni. Teletesszük jégkockákkal. Na most még egy dolog egy picit megnehezíti a dolgokat, hogy nyár van, ugye 40 fok van, mindenki jégkockával issza az üdítő italát, ezért minden benzinkúton elfogyott a jégkocka. Úgyhogy improvizálnom kellett, és lefagyasztottam üvegeket tele vízzel. Így is körbevágjuk az üveget. Most ez egy jégtömb. Ezt egyelőre félreteszem. És amíg ez itt töltődik, addig bele is dobom a jégtömböket, hogy lehűtse szépen. És mikor mi beleszáll... De milyen beleéléssel és szakszerűen magyarázza? Amíg itt ez a medence itt feltöltődik hideg vízzel, addig én beledobom ezeket a jégtömböket is, hogy lehűljön a víz. Bro! Már csak tényleg valami narráció hiányozna ez alól, komolyan mondom. Dr. Török Ábel schnitzerrel felvágja a flakonokat, majd kiemeli tartalmát és oldalra helyezi. Felgyorsított képen láthatjuk, hogy milyen ügyesen csinálja. Most el fogja nekünk magyarázni, hogy a kádba folyó hideg vizet még inkább leszeretné hűteni nekünk jégtömbökkel. Belehelyezi őket óvatosan, hogy minél inkább lehűljenek, és Török Ábel mutatja a zacskót, aminek mutatja a tartalmát, hogy hoppá, ott van még a kis jégecske. Beleönti még a kis pici jegecskéket, hogy még hidegebb legyen a víz, s majd remélhetőleg le fogja mérni is valamivel. Hú, nézzétek! A pulzusom most 78 BPM, tehát 78-as a pulzusom most. Mindjárt belemászunk a vízbe, és megmérjük utána, és előtte mérünk egy hőmérsékletet. Oké, hát ez egy 15 fokos víz, ami nem éppen egy jeges hőmérséklet, de 15 fok azért az bőven 37 fok alatt van, ugye amit mondtam, hogy az a szerelme a test. Oh. Ezek ilyen szülés hangok, úgy érzem. Oké, okay. Ábel, gyerünk, merülj, félbe eszterte, de ezt még nem számoljuk, majd ha belemerültünk teljesen. Geci, ez kajak mindjárt megszől, kinyom magával egy kis Török Ábelt. Eltelt. Egy perc, és most kezd jobb lenni. Á, de jó. Ez nagyon büszke ezekre az animációkra, mert már 6000-szer bevágta őket. Tiszta vörös a fejem is. Itt a melkosom is. Nézzük, le! Meg kéne nézni azt, hogy hány fokos lett a víz a végére. Hát itt azt a rohadt. Hát ebben a 15 fokos vízben egy olyan, szerintem egy percbe telt, míg elkezdtem nem érezni annyira a lábamat és a kezeimet. Hát nem mondom azért, hogy könnyen ment, de biztos könnyebben ment így, hogy előtte egy hónapig hideget megszoktam. És akkor nézzük meg, hogy mi történt a pulzusommal. Tehát... De akkor lehet, hogy azzal kellett volna kezdened, hogy megnézed, hogy meddig bírod ki ebbe. De ez milyen összehasonlítás egyébként? Amint, hogy igen, kezdheted volna azzal, hogy mondjuk ugyanúgy megcsinálod ezt a legelején, és akkor megcsinálod ezt a legvégén. És akkor a vége meg, de mivel ezt nem csináltad meg, csak azt mondod a végén, hogy hát biztos, hogy jobb lett, biztos, hogy jobb lett. Ivennek észlelnie kellett volna, hogy hideg van, ezért gyorsabban kellett volna vernie, hogy jobban keringtesse a vért, és ez igazából beigazolódik. A pulzusszámom fürdés előtt 78 volt, itt viszont felment már 145-ig is a pulzusszámom, az volt a maximum így az 5 perc alatt, de az átlag pulzusszámom meg 110 volt, tehát az is jóval 78 fölött. És ezek mit mondanak ezek a számok?
Légy szíves, magyarázz el nekem, hogy mit mondanak ezek a számok a laikus ember számára. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ez egy nagyon érdekes videó volt szerintem, illetve tényleg mindent beletettem, amit csak tudtam, effektek ügyileg is, egy teljesen más programot is használtam így az effektezésekre. Hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy feliratkozást, rövid időn belül szeretném elérni a 300 000 feliratkozót, ha tudtok ebbe segíteni, nagyon hálás leszek. Hát de nem tettél bele mindent, mert kurva szar a kép, bazd meg! Nem tettél bele mindent? Kurva hosszú idő lehetett megcsinálni ezt a videót, aminek semmi tanulsága nem volt. Mert felépítve is furán volt. Ez egy nagyon-nagyon hosszú projekt volt, mert 30 napon keresztül csináltad. Ez egy tök jó, hogy ennyire kitartó vagy, és hogy ilyen ügyesen tudtad ezt megcsinálni. Viszont mi értelme volt? Illetve hiányoltam belőle a szponzort. Mi egy lájkot, hogy felkapja az algoritmus ezt a videót. Ha van bármilyen más videójavaslatotok, akkor írjátok meg nekem kommentbe. Köszi szépen! Sziasztok! Legyen csodás napotok! Nekem annyi a javaslatom, Török Ábel, hogy ne legyen kiégve a kurva kép, meg legyél fókuszba. Fú, szerintem a mai videóban ennyi fért bele. Megnéztük, srácok, a vlogokat, hogy milyen vlog videók vannak itthon. Hát nem tudom, ti mennyire vagytok elámulva ezektől a vlog videóktól. Én azt mondom, hogy annyira nem, szóval az előző videómnak az volt a tanulsága, hogy ne féljetek kreálni saját tartalmakat, amik mondjuk elütnek ezektől. Továbbra is ezt tudom nektek javasolni, hogy ne féljetek kreálni saját tartalmat, ami elüt ettől, és meg lehet csinálni egy vlog videót érdekesen is, meg lehet csinálni egy vlog videót faszán is, lehet erre is fogunk majd a jövőben nézni esetleg példát, amit én azt mondom, hogy that was a pretty cool video. Hogyha tetszett nektek eme videó, akkor mindenféleképpen a komment szekcióban mondjátok azt, hogy Bandi, figyelj, az előző videó is jó volt, ez is jó volt, jövő héten szeretnénk még egy videót, ilyen ehhez hasonlót, szóval, ja, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, srácok, ne felejtsétek el, hogy van a Cringe Bay csatorna, ahol megy a heti kringés, van a saját csatornám, ahol ezt csinálom, meg még streamelek, illetve augusztus 28-án lesz egy rendezvény a Lourdes moziban, amire jegyet tudtok váltani, és ez egy élő podcast lesz, ahol találkozhattok Bálnával, velem, illetve lesz két vendégünk, az egyik Konics Gergő, a másik pedig Szalai Isti, akikkel két órán keresztül fogunk beszélgetni, szóval addig is minden jót, sziasztok, találkozunk legközelebb valahol, bárhol. Hello, remélem, fasz a minden.